Ouais. Légi járművű. Az Istenek, felszálltak. Te egy nagy légi jármű vagy. Kedvenc sportközön kocsim. Én légi jármű vagyok. Ugye nem a Cepelére gondolsz? Cetede. Cepelin. Tudod, mi az a Cepelin? Az a nagy izé. Hát ez a legnagyobb légi jár. Tényleg. Igen. Léghajó. 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 Mennyire jelentése a győzelem városa, és egykor a legnagyobb és legerősebb tűnő királyság világító városa volt. Meghalt a karit. Merre volt? Nem. Akkor megyek meg. Hát itt nekropolis. Ó, oké. Mindjárt ott vagyok. Thank you.
itt van. Négyesen volt még. Alig van ma HP-ja. Megvan. Köszik el. Neked köszönhetem. Most átjöttem Nantes Necropolis 1-es csatornára, szóval hogyha okay. Esetleg megint látnád, akkor az 1-esen vagyok. Ott a felső részen, a Hú? Kinyújtóztam. Nagyon hirtelen megkocskáztam, olyan furcsa boltban voltam, igazából nem is kényelmes, hogy itt tartanom kellett valam. Csak ott van, hogy... Hú van. Talán ez. Baszkú. Baszkú vagy baszkú? Baszkú. A technológiát fegyverek gyártásához és feltehetően egy újhajó ellátásához szükséges. Az ősi Indiában is különbözőképpen írják le a vimánákat. Van, amelyikben szárnya van, mindenféle fénye van, és így tovább. És ezekből a vimánákból jöttek az úgynevezett istenek. Dél-India ősi népei kifejlesztettek fejlett képviselési technikákat a hatalmas kozmikus energiát. Rájöttem, hogy ez most nem is ki a szakmányútól, de jó. Emlékszem, hogy egy hete kávé azt kívánt, hogy bárcsak úgy látnám a monitort, hogy nem kell szemüveg. Mert igen. Olyan filmet néztünk, ami feliratos volt. Na most, de kérdezik. Ezt még látom. Így még a feliratot látom szerintem. Thank you.
használatára, mint az úgy Wellingtonban. Karnak hatalmas templom tudjak kívánok maradványai. A templomok időszámításunk belül a 35. században lépünk. A kompetszívok számos építmény. Hatalmas termek. Obeliszkek. Szfinxekből álló útalkotja. Karnak képviseli Egyiptom ókori több generáció magában foglaló építéseinek egyesítettő.